Várhatóan így fest majd Mór belvárosa a felújítás után. A látványterveket a Lábasház galériában tekinthetik meg az érdeklődők. Teljesen megújul majd a városközpont. A polgármester azt mondja, kompakt, egybefüggő, több funkciós tér kialakítása kezdődik itt el. Kis tér lesz a fiatalok, az idősek pihenő és találkozó helye, és hát nem utolsó sorban egy korszerű városközpont, a zöld területeket megóvva egy mély parkoló, és én azt hiszem, hogy kisvárosok körében mi megelőzzük azokat a korokat, ahol nem figyeltek arra, hogy a zöld területet megóvva a parkolót a föld alá tegyék. Hála Istennek sikerült megindokolni ennek a szükségességét, és a város így továbbra is a zöld belsővel egy élhető város marad majd. A Fejér megyei közgyűlés elnöke szerint a megvalósítással a településen vonzó élettér alakul ki, amely támogatja a gazdasági aktivitást is. A tervezett közösségi tér időszakos vásároknak és rendezvényeknek lehet új szintere. Egy piaci szerkezet vonatkozásában szerintem a 21. században már elvárható, hogy kulturált árusító helyek legyenek, legyenek mosdók, illemhelyek és parkolási lehetőség és olyan infrastruktúra, amely ténylegesen a móriaknak és az ideérkezők számára is alkalmas arra, hogy kulturált normális időtöltésre kerüljön sor. Arról nem is beszélve, hogyha létrejön egy új rendezvénytér, akár később a bornapok kapcsán, egyéb rendezvények kapcsán egy fontos új helyszíne lehet Mórnak. A település történetében ez az eddigi legnagyobb beruházás, csak nem 3,2 milliárd forintból valósul majd meg. 2017 környékén lehetőség nyílt pályázat benyújtására, mind zöld, barna, vezes beruházásokra. Összesen mindegy 1,5 milliárd forintot nyert a város. Persze az idő haladt, és kiderült, hogy le kell folytatnunk egy feltételes közbeszerzést. A munkálatok ünnepélyes alapkőletétellel kezdődtek meg, amelyet Törő Gábor országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián közösen helyezett el az építkezésen.